Szeszenyébe még írjett a sát. Szerettem a szép asszonyt a másik, s mert én arra rája vagyok kapva, szeretem a más asszonyát lóva. Úgy van, hogy ide. Jó, hogy hoztál, hogy mozásra még ki. Csak mi nem úgy szoktuk nyílni. Ez jó szálas. Jó szálas. A gyapjat még kell választani. A gyapjú lepedőnek, a csergeinek, hogy szálas gyapjú legyen. Az, ami rövid gyapjús, birkás külön, s a szálas külön. Ott van neki kis ilyen. Ide van a fűtő. Meg is van ásztott. Még van, csak kér mosni, hogy na, milyen a mosás. Na, tegyed bele vízbe. Megforráztuk, Amali. Jól van, látszik. Látszik, hogy meg van ásztatva. Veri. Miért kell súlykolni, Amali? Hát csak ez így. Mit segít a súlykolás? Kiverik a... Így azt mondjuk, hogy ez súlyok. Igen. S a súlyokkal megverjük, hogy a ganyék csomókák menjenek széljel. Ezt mikor szokták csinálni? Melyik hónapban?
Májusban. Hát a hónapban, májusban. Hogy a víz legyen, ne legyen erős hideg. Zeszenyébe megérjett a sáté. Szeretem a szép asszont a másét, s mert én arra rája vagyok kapva, szeretem a más asszonyát lopva. Tisztá, mert látom, hogy se farokra valók. Na, ezt megoldottuk. Hárman a legöregebbek. Itt ebben az utcában. Van no, még öregebb. Van még öregebb. Mennyit teszik? Kicsit. Magad tudod, mennyit kerültél? Én nem tudom. Sok. Még azt ott is szok. Mennyit kér. Előre kicsit nehezebb. De most már jó meg. Én már nem is tudom, hogy ennek mi a neve. Kézifésülő. És ezt ki készített ilyet, mert én ilyet nem láttam. Ez még egy a táti. Tátinak és a táti, vagy mi tudjuk. Ugye, nagyon szép simán. Gépen, izével, gép. A legényeknek és nyárban. Ruhára. Kélet a legényes és kafé. Kaláka, kaláka, itt a mézes pálinka. Ide, kaláka, itt a mézes pálinka, ez kaláka. Ez kaláka, már négyen vagyunk. Né, hogy kihull a mocsok. A mocsok kihull. Szóval gyapjú tiszta magába. Így már nagyon tiszta. Megfejsül gyapjú. Igen. És akkor itt az orsót, ide belé, van-e orsó? Jófona, nehéz a várakozó. No, hát ez is jó. Te melyik a jó gyapjú? A szálas gyapjú. Ez olyan? Ez olyan, ez szálas gyapjú. Egy kiló 20 deka kell felvetni egy lepedőnek. Igen. És 5 kiló kell leüteni. Jó. Ilyen jó vastag, és puhára fonni. Igen. Hogy legyen lomja. Elesett az orsom, nincs aki feladja, bánatos szívemért, nincs ki vigasztaló. Hazájé a babám, eljé a fonóval, lesz aki az orsomot fel-fel adogassa. Milyen volt a fonó? Maga járt fonóba? A legények jöttek a fonóba, s elejtették az orsót. Na, felvették, feladták, de így elesett. Elvették, s amíg nem adtunk csókot, nem adták fel. Vissza. És ki ezt tudták ütni a kezünkből, hogy ne fonjunk, hanem inkább táncoljunk. De voltak zenészek is? Voltak a citorával olyan. Citorával? Citorának hívták. Hazamentünk, és kicsi fonalat vittünk haza. Máskor, amikor többet vittünk haza, hát eldugtuk, hogy legyen, amit megmutassunk édesanyámnak, hogy mennyit fontunk. Így tett a fonóba, széfejlig ott voltunk. De mikor volt az ideje ennek a fonásnak? Télbe. Télbe? Ősztől. Karácsony utánig. Már karácsony után aztán fogtunk szőni. Hát azt az orsó csinálta Szájdok Bálimbá. De még van halva. Azért kell megnyálazni, hogy jobban lehet pörgetni. Így ne. Uh-huh. Ragad az orsó akkor a kézhez. Na fonja néni hamar, mert már nekem 20 kin van.
Mit vetünk fél? Hát, mit vetünk fél? Igen, ha nem ügyekezik hát, maga. Csak én hallod, én vékonyabbra fonom, jobban meg kell pergessem. De gyorsabban. Azt mondták az öregek, hogy nem baj, hogyha ez nem olyan egyenletes. Nem, nem. Miért is? Hát azért, hogy... Azért, hogy ahogy öltsük belé, ahol egy kicsit vékonyabb, oda kerül egy vastag. És akkor egyforma lesz a lepödőnek. Csak tanulnák meg a fiatalok, de azok nem akarják megtanulni. Jaj, be kicsit font. Jaj, azért fontam kicsit, hogy öreg vagyok. Mit csináljak? Réle. Na. Hát úgy csinálom né. Egy ág minden felől, hogy legyen keresztje. Akkor tovább összehozom, hogy két szál lesz. Menjek fél. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 csinget vetik. És akkor féljel is megcsinálom a keresztjét. Féljel már két szállat csinálok keresztjét. Aztán visszajövök egybe. Egy kicsit szorosan tartom, mert úgyis megtágul. És az ujjam közte van, Rózsika? Az ujjam közte van. Ne. Uh-huh. Kicsi ujjam tartsa azért, hogy ne sérüljenek össze a fonalok. Mennyit vettem még? 12 singet. Gyerejvet, 4-et. A sing az milyen hosszú? Itt. 62 centi. És itt a két rút közt, az is egy sing. Hát mi? Hát. Egyik rúttól a másik rúdig egy sing. Egy sing. Igen. Igen. És akkor most egy gyapjú lepedőhöz hány singre vett fel? Hát a háromszéles gyapjú lepedőhöz 12 singet vetünk. Igen. Mert még itt a fák közt annyi van, ami a fára rejtekeredik, az a 62 centinél egy ennyivel nagyobb. Annyit nyúlik, hogy amit félbogozunk rostnak, s hátul, ami kicsi marad, azt kinyúlja. Jó. A 4 helyes lepedőnek 16 csinget vetünk. Milyen hibát lehet vételni? Hát itt meg lehet szökni. Vagy nem csinálni keresztét. Az a hiba. Az a hiba. Akkor újra kell kezdeni. Akkor vissza kell bontani. Az íge három szál, az egy íge. A három szál. Akkor teszünk 30 szálat, 10 × 3, 30, az egy zseréb. Annak azt mondjuk, hogy zseréb. Jó, és akkor ez hány zserébes lesz? Ez 4 zserébes. Négy zserejb és már 8-at bortába tegyük. Minden második fokba fogunk kettő is. Kabalának mondják a rossz szának. Egy, kettő. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ez egy zseréb. No, már egy zserébnél több van. Egy, kettő, két íge. Egy zseréb és két íge. Most. Most. Majd négy lesz, amikor kész. Igen. Na most ott maga legyen szíves, adja el. Hát úgy összeszorította valaki csiket, hogy vele zsebét. Megvan. Annak is biztos. Fogom. Ezt minek hívják? Ezt kalácsoljuk le, hogy ne bomoljon össze az anyag. Fogja meg a vetőfát. Nem fontos, mert én a lábammal tudom.
aztán tegyük fel az osztobátára. Ez hány lepedőhöz van most? Ez egy lepedő. Igen. Egy háromszélyes lepedő. Igen. Egy kicsit itt ügyesen, szorosan kell jöjjön, ugye jó. Kicsi a vége, nagy lecsúszott. Imád fusson, meg van kötve. Akkor ezt leszedem. Hát azt ne, kössük meg. Jó. Jó. Miért van szükség motollára? Hát azért van szükség motollálni, mert meg kellett festeni. Azután tegyük a tekerőleverre, tekerjük meg festés után. Igen. Ezt valahogy a nyakukba szokták venni, ugye? Igen. Jó, itt a két kötő. Adja ide a kötő. Itt a kötő. Így oké. Felejtettem, hogy jól legyen. Jó. És ne húzza, és semmi. A kötő nem húzza oda az egy szállat. Oda van húzva. Most jöjjön erre. Ó! Ott hossza nekem is. Na. Kicsit tágon kell hagyni a kötelköt, hogy a festő tudjon bemenni, igen, mert ha megszorítsuk, akkor ott fehéren marad csin. Ezekre nincs szükség, ugye? Hát, erre sincs, nincs. Nincs szükség. Ezt meg kell köszönni. Most aztán találjuk ki, hogy hogy kell csinálni. Most hasogassuk le. Igen, igen. Most hasogassuk ilyen kicsideket csinálunk, és lehasogassuk, aztán az után tekerjük. Vagyok vegyülve véve. Na, de szasítsa le, adom. Na, lássál, én ezt egyedül, sokszor egyedül megcsinálom. Egyedül csinálja meg. De jó ketten. Addig kerülj, amíg lehet. Hát ketten jó, tudja én. Ha tudja, se. Olyanok vannak, hogy úgy felidegesít, hogy jaj, egyedül tudom. Sokkal jobban nyugta, megcsinálom. Összhangra akkor kell. Nincs bajom senkivel. Rövidebb se, ez hosszabb. A hosszabb megvannak évei. Megvan a hosszú és a rövides. Hol a többicsi? Ott hátul. Na, ez így. Itt a kezemet úgy vágja, hogy... Ha
valami dénes bánya kellett volna tegyen, hogy ügyesen oda bevittem. Jó, most megvan idáig. Ja, ott veszi? Itt vegyem, mert kell valahol legyen. Ilyen az ott a váta. Minden azt a váta már. Fogod. Arra is ügyelni kell, hogy egyforma legyen, ami... No, lehetek el. Egy csépet kell kivegyem. Igyenes, szeményes. Egy kicsit tekerje. Igen. Na most húzd egy kicsit elég, húzd a másikat is, egy annyira sok. Jó. 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 Igen, megvan. Feszesen? Hát nem kell olyan erős feszesen. Azért, hogy tudjunk bánni vele. Most mi következik? Na most mama, menjen oda a kőjes, nekem hasogassa be. Az a... Ez a kötő az itt van, hogyha a csíp kicsúszik. Legyen tartalék. Legyen meg ott a kereszt. De ott a csípnek a végét, hogy nem hogy kiessék az. No. Innen őt is egy kicsi kötő. Igen, nézd. Valahova itt van, ne, levettem itt. Van itt a... Ne. Az elég. Ez elég. Hát kötőt... Megvagdalta a jó kötőt, simán most mondjam kötőt. Itt van egy magának középen. Hát de azt ne vegyek jónak. Jó. Fogunk neki fogdosni. Igen. No, itt ül vagy hátul? Hátul. Hát ilyenkor én, mikor egyedül fogdosok, én bezárom a kaput. Azért, hogy ne jön ide senki. Mert? Mert hogy ne zavarjon, én egyedül csináljam, amit én akarok. Mert ha egyszer elrontja? Hát akkor ki kell húzzam, sűrre fogdossam. Idáig egy zseréb. Igen. Idáig egy zseréb. Na de innen még ne hagyjál ki, vagy ki. Hát hagyok. Négy kihagyok, és aztán azt nézem, meg kellett volna. Hát mindegy. Kétszálával adja maga, ne tusakodjék. Hát én úgy számolom, hogy a hátisó egyes nekem, de másnak négyes. Igen. Én ott kezdik, és nekem egyes. Utána most mondom. Igen. Most vagyok az egyesén. Most a kettősön. De ez nem így fognak minden szőrnél. Most a hármason. Két szálat adjak. Most a négyesén. És utána újra kezdi. Újra kezdem az egyesén. Menjek hátra. Van, a szőnyegét két nistel szőjük.
mondjuk a törölközőt, zsákot, lepödőt, ezeket mind négy is teszőjük. Posztot, gyapjú lepödőt, tarisznyát, ezeket mind négyesén. Van olyan, hogy hosszú hímés, van olyan, hogy fenyágos. No. Ez a hosszú hímés, mert gyapjú lepedőnek a hosszú hímés. Megint megvan. Ez is megvan. És most már, ha csak ide nem rakunk még egyet. Oda. Igen. Rakunk? Kész. Na, ennyi. Azt mondja, hogy az magánál a négyes. Igen, most az egyes. Ez az egyes. Az az egyes, igen. Hát is jó az egyes. Igen. Aztán jön a kettes. Aztán ezekkel lehet cserélni, ha nem jó, akkor megcseréljük. Ez meg nem ilyen hosszabb. Kettes. Igen. Jó. Látom. Az jön ki. Jó. Levettem. Na jó, vissza lehet tenni. Ezt most kötözöm fél, hogy fogjak neki szőni. Igen. Ez a fél kötözés. És ennek is van neve? Hát ez kötöző pálca. Jó, kötöző pálca. Igen. Ezt nem kell széjjelek húzni. Nem, most nem, addig, meddig el nem indítsuk, addig nem, mert innen a szálakot kiviszi. Jó. Akkor most kész. Kész. Na, Istennek legyen háló. Szívő panok, szent asszonyok, gyertek segítségembe. Most lenyomtam a két közepsőt, akkor meglátom mindjárt, hogy lesz. Hogy jó. Lássam, hogy találja. Ahogy talál, ne, most nyomok erre. Egyszerre mindig két lábító dolgozik. Két lábító van a két lábon. Ha talál, akkor ahogy... Amiről veték, arról nyomok. Tapos. Igen. És ha nem talál, akkor szembe fordítom. Mindjárt kiderül. Mindig a kettőt fog át a szál. Kettőt. Igen. Mert négy nyüstös. Négy nyüstös, igen. Két szál menjen le, és két szál műfél. Jó, Istenem, jó bordám, jó nagyok öt nyíjá. Hát azt, mikor kezdett felhányni, akkor szerre felhányod. Az elsőn kezdett vissza. Ha nem talál, akkor a két közepsőt meg szoktuk cserélni. Igen. Jobb lábammal nyomok. Lehet úgy mondani, hogy 1-4. 1-4, igen. Na hát akkor... Akkor kezdem a 4-en. Az 1-es. Most 2-4 volt. 2-3. Na. Most kezdődik, ugye? Most kezdődik. Most kezdődik, mert most a közepsőt levannak mérve. 1-1 közepső. 1-3. Itt lehet látni, nehogy. 1-4. 2-4. 2-3. És hogy mondja Rózsika, 2-3-nál kell abba hagyni, ha valaki elmegy? Aki egy közepső. Ki 2-3. 2-3, igen, igen. Akkor lehet fölállni. Akkor lehet fölállni, mert akkor nem véti el. Az, amit itt átdug rajta, azt hogy hívja ez? Ezt? Macska.
Amit kötöztem Réha oda a végig, amikor kezdtem lehasogatni. Igen. Innenütés, túlés. Na, az öröm az dolog. Az örvend akkor a szövővasszon is, amikor az elépultunk, mert fogy le a szövője. Örvend, hogy készen van. Akkor azt leszoktuk mi olyan. Akkor végezzi, akkor. Rohozni, és kifuttunk a kapuba, amikor leállt, ákoltunk, hogy mi van, hogy férjesz, ha valahol embert láttál, arra, amit te kérdés. Hello, Pokra utca, az, amit tesznek az ülésre a lovas emberek, amire ülnek a szekeren ülés, és amikor megállnak, vetik a ló hátára. Ez a lópokra. És az hány széles? Hát az olyan két széles, és olyan két és fél sing, egyik széles, a másik a nőt singet szoktunk szőni, és összefordítottam, összevartam. Mikor mentünk a faluba, tettük Réha az ülésre, Réha jutunk. Mikor Sami a korcsom előtt megállott a lovakkal, akkor a lovak hátára vette. Mondjuk lehet szőni darabba is, de akkor egy kicsi veszés, ha már beszegjük, hogyha bekötőzzük, akkor darabokra szőjük. S ha így a végeit bevarjuk szegőnek, akkor egy végbe, akkor pontosan összetegyük a három szélet, és elvágjuk, és kicsit bekötőzzük, hogy ne foszoljon kis. Mert úgy gyorsabb. Úgy jobban, hamarabb van. És kevesebb a veszteség. És kevesebb, előre. Igen. Ugyan? Háromba kell fogni. Ja, igen. Adok még egy szélet. Jó. Akkor én fogom ezt az én. Megnézzük, hogy a hármat fogják. Húzogassuk oda. Én húzogatom. Még ez hosszabb. Hát hosszabb. Még hosszabb. Nem baj, hogy ennyire hosszú. Hát ebből még bevarodik a szél, de azt mondta, meg kell varni. Igen, be kell varni. Két ág, mert jobban tart. Igen. Úgy. Akkor négy ág. Jó. Két ággal varrok. No. Hát egyszer behajtom a... Igen. És aztán akkor még egy tűrést csinálok. Igen. Mert ha nem tűrődik, és nem varródik, jól meg a víz kiveri. Uh-huh. Ezért kell jól megcsinálni. Ja, ezt hurokkal kezdi. Igen. És apró tőten is. Egy kicsit ide beljebb bőteni, nehogy. Mű ezelőtt a rojt nem lógott ki. Soha. Soha a régi ez volt, hogy beszekték a lepödőt. Még ezelőtt takarozni se jutott ez mindenkinek. Szűk volt a gyapjú, mert a férfiaknak ne drágot, és gyapjúból kellett szűni. És kabátot és gyapjúból szűttek. És az itt a gyapjú helyába tartottunk juhot, de a gyapjú nem volt bő. Mindenüben nem jutott. Hát főleg posztónak. Posztónak az kellett, és aztán gyapjú lepedő, és mikor a leán ment férhez, akkor valahogy egy gyapjú lepedő is kisikerült ott. Hát az a tő, ez azért jó, hogy ne meg lehet jól fogni, és a gyapjú belé menjen. Nagylik, ez még a boldog út férjem csinálta nekem. A Sami? A Sami, hogy nekin lódjak, hogy a kicsit ülken, mert a gyapjú abba szakadt el. Igen. Így ez olyan tő, hogy kétágulag menjen a gyapjú bele, és könnyebb varni, mert meg lehet fogni. Hát régen úgy varták össze, hogy szembe így. És utána? S így. Igen. S így.
Az volt a régi. Az volt a régi. Most is van, aki úgy varja, de ez tartósabb varrás, mint az, mert azt a víz, ahogy mossa a lepödőt, akkor ott nyílás van. Még egyet mesélt, hogy volt, hogy még régebben lehet, hogy úgy is volt, hogy ráfették egymásra egy-egy centit. Igen. Ugye az is volt? Az is volt. Most itt hova ölt? A hurokba vagy az öltőbe? Vagy hát ezt úgy kell ölteni, hogy mind a kettőben én. A legszélső szálakba öltöm, az öltőbe is öltöm, a félvetőbe is öltöm. Mind a kettőt. Igen, azért, hogy legyen keményen álljon ott egy kicsit, mert ha nem. És akkor és erős nem húzom még, mert erős meghúzódik, akkor... Nem ványolódik ott. Nem es, hogy nem ványolódik, mert akkor nem lesz igyenes. Hanem olyan görbe leszni, olyan... Azt mondja még el Rózsika, hogy hagytak olyan lukat, volt egy időszak, igen, az miért igen. Hagyták? Hát azt azért hagyták, hogy azt mondták, hogy a víz ott kijő a lepedőből. No de mostanában nem hagynak, s úgyis kijő a víz a lepedőből. Úgyis meg mosatódik. Jó. No, most már nem hagyunk likat, nem kell lyuk. Most is van olyan asszony, hogy lyukkal hozza be, de az csúf, aztán amikor meg van mosatva, és be kell ott a lyukat varni. Mert látszik ez a varrás. Igen, és nem szép. És nem szép. Mi lesz ebből? Ebből? Hogy szebb legyen a fehér gyapjú lepedei, csercseik lesznek ebből. Mind a Leánnak és a Filibe, Filbe valóban, hát gyapjú lepedőnek is legyen csercseje. Vannak olyanok, hogy piros. Kibácsom, Pali bácsitól tanultam. Fölmentem, és megkérdeztem, hogy kell a gyapjú lepedőt mosatni. És azt mondta, kettőt kell belejteni, hogy forogjanak egy körbe. A hármat nem bírja körbe vinni, és az egyesen púposodik fel a közepes, akkor ott megnyúlik, és a szélei észremenne. Két nap, vagy ha nem készül el, még három nap is lehet posatni. Addig, ameddig észremenjen két araszra, és két újra. A ványolásra az időszak, a meleg, ahogy bejő, a víz langyos lesz, az a legjobb. Aztán lehet az június és, vagy lehet augusztus és, amikor a víz olyan, akkor lehet mosni. Hát ősszel az a baj, hogy már a fűzfákról hull belé a levél, és a szőribe mossa belé. Mikor készen van, kiveszem a padra, lecsorok. Akkor viszem a terítőrúdra, nyújtom ki, aztán szárod. És mikor annyira kifoly a víz, akkor viszem be a torránc alá. Na lássalja, Mariska, nem milyen szép lett a lepedője? Hát szép lett a lepedőm. Jól lomával, takarozhatunk még. Jól csináltam, én ezt már jól fontom nem vizeim. Jó. Vegyük le, és kössük össze, ugye haza. Amit nem jól csinálnak, hát ráncos lüt. Igen, és ez igenis. Sanyi. Jobb bele. Most imád elkísérem, szerencse Isten, menjen haza. Este ment a karonyzékbe vele. Hát mindenkinek adsz ilyen kötőt. Igen. Mindenkinek adok, aki megérdemli.
Aki nem hoz, amivel megkösse. Aki megérdemli, az kötőt kap. És aki nem érdemli, még az nem kap. Na Isten segélye, kikésérem a kapot. Köszönöm, hogy megcsináltad. Mit találhatunk? Na, Isten szegélyen. Szerencsétlen.